13 ponttal győzte le a Sassarit a Szolnoki Olaj a FIBA Europe Cup H csoportjának 5. fordulójában, ezzel pedig igen komoly lépést tett a csoport elsőség felé. Szolnoki Olaj Sassari 87-74. A plusz 5-ért, vagy az annál is nagyobb arányú győzelemért melegítettek az olajjátékosok, a Sassari pedig ugyancsak eltökélt lehetett a győzelem érdekében. Bele is vágtak azon nyomban a dolgok sűrűjébe a fiúk. 5-0-val indított az Olaj, Petovei viszont kiegyenlített, Esposito mester azonban 13-8-nál már is kénytelen volt időt kérni. Az eligazítás után is maradt az eszement Iram, ez pedig úgy látszott, jól áll az Olajnak. Annak ellenére is, hogy Gentile duplájával egyetlen pontra jöttek a negyed végén a vendégek. Benford hintett egy hármast, először vezettek az olaszok, no nem sokáig. Sikerült megint meglépni 5 ponttal, de Smith közelebb húzta megint csapatát. Az első negyedbeli for megduplázódott, 39-37 lett a félidő. A harmadik negyedben robbantott az Olaj, a védekezés továbbra is igen magas színvonalú volt, a támadásainkban pedig legalább annyi fantázia volt, mint önzetlenség. Cooley a harmadik negyed első pillanataiban megkapta a negyedik személyi hibáját, ez egyáltalán nem rontotta hangulatunkon. Az viszont már inkább, hogy nálunk is sorjáztak a sok faultos játékosok. 10 pont fölöttire dagadt a különbség, de éppen Sassariban láthattuk, hogy még egy ennél is nagyobb előny sem biztos, hogy kitart a végéig. Most bizony kitartott. A lövéskényszerbe kergetett olaszok egész szépen betalálgattak, de mindig volt rá válaszunk. Annak ellenére is, hogy a triplákkal el voltunk átkozva. Egyedül Vojvoda Dávid tudott gólt lőni a messzeségből. Milosevic megint óriásit harcolt, 16 pontját 10 lepattanóval támogatta meg. Errington és Benke is nagyon alázatos, olykor látványos, de mindenképpen nélkülözhetetlen mezőnymunkát végzett. Well, we expected a hard game. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Nagyon örülök annak, hogy 40 percig tudtunk koncentrálni, és az erőnk is végig kitartott. Volt ugyan néhány üres járatunk, de ezeket mindig átvészeltük. A kritikus pillanatokban is meg tudtuk csinálni azokat a dolgokat, amiket az edzőnk kért tőlünk. Ez egy nagyon értékes győzelem egy nagyon komoly csapat ellen. One important game that... Az első csoportkörből még egy forduló van hátra. Az Olaj jövő héten Leicesterben játszik, a Sassari pedig Szombathelyen. Ha mindkettő nyerni tud idegenben, akkor a Szolnok az első, a Sassari a második helyen jut tovább. Great game for us, like Strahinja said, physically. It's... Nagyszerű mérkőzésen vagyunk túl, ahogy Strahinja is mondta, ez egy nagyon fizikális meccs volt. Nagy eredmény, hogy egy olyan csapat ellen tudtuk megnyerni mind a 4 negyedet, mint a Sassari. Nem volt kérdéses, hogyha a támadásban meg is akadtunk, a védekezésünk mindvégig magas színvonalú volt, még akkor is, ha természetesen támadásban és védekezésben is voltak kihagyásaink. De mindig visszataláltunk a helyes útra. Gratulálok a játékosoknak és köszönöm a szurkolóknak is, mert a kritikus pillanatokon átsegítettek minket. Remélem, hogy lesz még jó néhány olyan mérkőzésünk, mint a mostani volt. Game like this, that everybody enjoy. A csoport elsőségnek abból a szempontból van jelentősége, hogy a második csoportkörben 2 csoport elsőt és 2 csoport másodikat osztanak 1-1-4-esbe, vagyis aki csoportgyőztesként lép tovább, az elméletileg leheletnyivel könnyebb társaságba kerül.